Szövevényes kérdésben kérjük Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter segítségét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Mert hogy jön a svéd miniszterelnök, amiről rengetegszer hallottuk, hogy az mennyire ideális lenne, hogyha meglátogatna Orbán Viktor Budapesten. Ez most akkor ez az ideális alkalom. De ez összefügg a NATO csatlakozás kérdésével, az összefügg az orosz-ukrán háborúval. Nagyon, nagyon sok összetevője van ennek a kérdéskörnek, és a magyar kormány, hiszen az ukrajnai háborúnak a második évfordulója van éppen, kiadott egy közleményt, amiben leszögezik, hogy nincs katonai megoldás, és azonnali tűzszünet kell. Ez azt mutatja, hogy nem változik a kormány álláspontja, ezt halljuk két éve. Igen. Nem reális az azonnali tűzszünet, mert nem ért el olyan állapotot ez a háború, ahogy hogy Oroszország érdekelt lenne abban a nyilatkozatokon kívül, hogy megállítsa a csapatait, ő az agresszor. Ami a svéd miniszterelnököt illeti, jön, miután bejelentette a Fidesz frakció, hogy hétfőn megszavazzák a csatlakozást. Ez egy nagyon rossz történet. Rossz történet azért, mert két ország kapcsolatát megrontotta, vagy eleve rossz volt, és erre reflektált a Fidesz frakció, vagy rossz történet a magyar és a NATO országok kapcsolatában, vagy a szövetségesi rendszerben. Milyen módon rossz ez igazán? Ez utóbbi tartom a valódi problémának, mert túl azon, hogy egy ilyen nevetséges helyzetbe került Magyarország, mert élő ember nem hiszi el, hogy a Fidesz frakció Orbán Viktor akarata ellenére nem szavazta meg 18 alkalommal a ratifikációt. Azért rossz, mert ez akkor történik, amikor vége a békeidőknek, a boldog békeidőknek. Ugye mindjárt abban, bocsánat a fiatalabbak nem, de mi mindjárt abban nőttünk fel, hogy Willy Brandt keleti nyitása óta, hogy Európában sem a Szovjetunió, sem Oroszország nem fog agressziót elkövetni. Elég a atomfegyverek egyensúlya és a meglévő fegyveres erők fenntartása. Ez összedőlt. Nem most, ez 2007-ben dőlt össze, amikor Putyin a müncheni biztonsági konferencián tulajdonképpen elmondta a programját, amit most csinál. Én első alkalommal vettem akkor ott részt, és ez egy nagyon zárt 92 résztvevője van ennek a konferenciának a Bayerische Hofban, és mind a 4 évben, amíg ott voltam és meghívtak a baloldalon, bocsánat, Kissinger jobb oldalán ültem, és amikor elhangzott a beszéd, ránéztem, és kérdeztem, hogy professzor, mi lesz ebből? Nagy baj. Tehát ez nem most kezdődött, ebbe keveredtünk bele, egy olyan játékot kezdtünk egy ilyen állapotba csinálni, ami megkérdőjelezi Magyarország megbízhatóságát. Az biztos, hogy a látszat az nem tesz jót Magyarországnak, de gyakorlatilag mennyiben oszt vagy szoroz ez a svéd NATO tagság? Mert ugye így is 1000 szálon együttműködik Svédország a NATO-val, fegyverkezik. Érdemben mit változtat az, hogyha most hétfőn ezt megszavazza a magyar parlament, kedden miben lesz más az élet? A NATO-nak lesz jobb, nem Svédországnak. Svédországnak nincs határa sem Oroszországgal, sem Belorussziával. Ha ő támadás éri, az csak egy másik NATO tagállamon keresztül érheti, ahol azonban automatikusan életbe lép a NATO alapokmányában rögzített közös védelem. Svédországnak olyan kapcsolata van az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal, akik sajtóhírek szerint különleges garanciákat adtak Svédországnak, mint a NATO tagállam lenne. Hát egy évvel ezelőtt megjelent két szuperszónikus gigabombázó a svéd repülőtéren, hogy mutassák. Ez a halálhattyúja kódnevet viselő két repülőgép, amelyen 8 cirkáló rakéta, 24 atomfegyver vagy 84 hagyományos bomba helyezhető el. Tehát azt üzentik Oroszországnak, hogy olyan, mint a NATO tag lenne. És ráadásul a svéd haderő, hát erősebb is, mint amilyen az ukrán volt, amikor megtámadták. Hát van 70 darab grippenjük, olyan tüzérségük, amely bármilyen páncélos támadást megállít. De a NATO-nak nem mindegy, hogy számíthat Svédországra, vagy nem. Ezért én szerintem, ha nem szavazná meg, vagy nem szavazta volna meg a Fidesz a ratifikációt egyedüli NATO tagállamként, akkor különleges egyezményben ugyanolyan hatáskört és jogokat adott. Igen, már erről is szó volt, ez nagyjából ugyanaz, mint amikor az Európai Uniós vezetők mondták, hogy ha Magyarország változatlanul vétózni akar, akkor majd külön alkuval egyenként megegyeznek Ukrajnában. Csak hogy ennek következménye volt.
milyen információt osztanak meg Magyarországgal, milyen együttműködés van, milyen közös védelmi politika alakul ki, és ha elkezdenek valakire, nem tudom másképp mondani, furcsán nézni, akkor annak következményei vannak. A Gripen szerződés hírlik, hogy az egyik témája a mai találkozónak. Az a szerződés, amiről egyébként lehet tudni 2022 óta, hogy készül. Igen. De ehhez most az kell, hogy a két miniszterelnök leüljön egymással? Nem. Hát a Gripeneket a Wallenberg csoporttól fogjuk megvenni. Remélem megveszük, ezt szeretném hozzátenni. És hát ők nem hiszem, hogy a svéd miniszterelnöktől várnak árat, megállapodást vagy egyebet. És az egész Gripen történet egyébként nagyon-nagyon torz. Ugye annak idején Orbán Viktor leasingelt Gripeneket, idegenbarát felismerő rendszer nélkül, légi utánpótlás nélkül, olyan gépágyúval, amivel a svédek le is szedték aztán a repülőkről, mert baj volt vele. 2008-ra sikerült kiegyenesíteni a dolgokat és NATO kompatibilissé tenni ezeket a gépeket. És akkor egy 10 éves tervet készítettünk, és azt mondtuk, hogy 2012 és 14 között kell vennünk 10 gyakorló repülőgépet, mert hogy kellő óraszámban tudjanak repülni a Gripen pilóták. Nekem az volt az volt az utasításom, hogy olyat nézzünk, amit fel is lehet fegyverezni egyébként. Majd 14 és 16 között kell venni 4 Gripent, leasingelni. Amikor átadtam a honvédelmi miniszterséget 2010-ben, akkor 2 év volt hátra a leasingből. Évente 30 milliárdba került, ezt Orbán kötötte, ezt a szerződést. Nem fizették ki, nem került magyar tulajdonban a Gripen, hanem csináltak egy új leasing szerződést, hogy 2026-ig leasingeljük, 60 milliárd helyett 387 milliárdba fog kerülni. Ez miért volt jobb, mint hogyha lejár a leasing és a magyar állam tulajdonába kerül? Hát azért, mert elvették a honvédség költségvetésének körülbelül 1/5-ét már 11-től, és nem volt rá pénz. Nem volt plusz tudása a gépeknek, ami indokolta volna a nagyobb költséget? Ugyanazok a gépek, ez a leasing díjról beszélek. Hát jó, csak mondta, hogy NATO kompatibilissé tették, tehát nem lehet, hogy most pestésen szóval felturbózták annyira őket? Hát azt még mi turboztunk fel, az már megvolt. Ha leasing szerződés lejár, akkor magyar maradvány értéke meg lehet venni, magyar tulajdonba kerül, Magyarország biztosítja a hátteret, jóval olcsóbb, mintha megrendelni Svédországtól, ezt eltették. Tehát az egész nagyon zavaros történet. Még egy picit én visszaugranék így keretes szerkezetként az orosz-ukrán háborúhoz és Navalnyi halálához, amire ugye nagyon kevés fideszes politikus reagált, egyike volt nekik Németh Zsolt, aki hát úgy reagált, amikor a Népszava konkrétabban megkérdezte erről, hogy sem a magyar kormány, sem a Fidesz nem tartja feladatának, hogy más országok börtöny viszonyait megjavítsa. Ezt nem kellett volna mondani. Hát azért ő rutinos politikus, nyilván nem véletlenül fogalmazott. Hát igen. Tehát egy ember meghal egy börtönben, aki nyilvánvalóan ellene van annak a rendszernek, ami Oroszországban van. A minimum tisztesség azt kívánja, hogy azzal az emberrel szolidárisak legyünk. Akár ellenzékben van valaki, akár kormányon, mert így Oroszország rohan tovább a saját rossz sorsa felé. Tehát Én nagyon bíztam benne, hogy ez nem így lesz a 90-es évek elején. Ott voltam, amikor aláírták orosz-ukrán, amerikai és angol szerződést itt Budapesten, Ukrajna határairól, hogy cserébe átadják az atomfegyvereket az oroszoknak. Ez a budapesti nyilatkozat. És akkor úgy látszott, hogy rendeződik. Tehát elindul egy közeledés Oroszország, Belorusszia, Ukrajna és Európa másik felek között, és hát ez lett volna az igazi jövő, egy közös biztonsági rendszer. Egyébként ezt Horn Gyula mondta ki először, még a rendszerváltás előtt egy konferencián, amit úgy vonult be, hogy Magyarország belép a NATO-ba, ennél Horn azért diplomatikusabban fogalmazott, azt mondta, hogy egységes biztonsági rendszer kell Európába. Ez a fontos, és nem a pillanatnyi tűzszünet követelése, hanem az, hogy ebben Magyarország mit tud tenni. Hadd kérdezek vissza arra, ha már felidézte azt az emléket, hogy Putyin megosztotta a jövőképét 2007-ben, 2007, a konferencia részvevőivel.
hogy abban a jövőképben benne volt Ukrajna lerohanásának szándéka? Vagy benne volt-e az, hogy elkötelezett abban, hogy visszaszerezze a Szovjetunió volt területeit? Egyértelműen arról beszélt, hogy van egy természetes szövetségesi rendszer Oroszországnak. Ez meglazult, ezt vissza kell építeni. Mert ez ad Oroszországnak biztonságot. Nem csak Ukrajnáról volt szó, természetesen Grúziáról, Azerbajdzsánról épp úgy lehetett ezt érteni, vagy akár a balti államokra is. Ez egy nagyon-nagyon riasztó beszéd volt. Én próbáltam mind a két nyelven figyelni a beszédet, mert egyik fülemen volt a fordítás, az angol, másikon pedig hallgatni, mert valamit sokat felé tettem, de az értek oroszul, hogy hangzik ez oroszul. Riasztó volt. Egy nagyon határozott, nagyon világos beszéd volt, és utána egyébként a NATO védelmi miniszteri értekezletein ez állandó téma volt. Akkor még volt egy olyan, hogy NATO-Oroszország közös formáció. A NATO védelmi miniszterek értekezlete után bejött az orosz védelmi miniszter is, és megbeszéljük a közös dolgokat. Én ezt azért kérdeztem, mert ha már a második éve zajló háborúról is megemlékeztünk egy mondat erejéig az elején, az embernek mégis olyan érzése van, hogy nem vette komolyan a világ. Ugye most kiindulva abból is, hogy Orbán Viktor hogy jött haza 3 nappal korábban Moszkvából, hogy nem lesz itt háború, nem lesz itt semmi, de az egész világ meglepődött azon, hogy ténylegesen megtette ezt a lépést Putyin. Igen, pedig már ott volt 2014. Erre készült egyébként a NATO? Tehát a NATO-nak magának erre megvoltak a tervei? Én akkor már nem voltam védelmi miniszter, nincs róla hitelt érdemlő információm, tehát azt szeretném mondani, csak ezt mindig azt tudja, aki ott ül a meetingen, mert ezeket nem. Jó, akkor kérdezem másképp, amikor ez elhangzott Putyintól, arra hogy reagáltak azok a NATO vezetők, akikkel akkor még kapcsolatban volt? Nagyon erős riadalom volt. Nagyon erős. Sőt, megállapodtunk abban, hogy én meghívom az orosz védelmi minisztert Budapestre, hazafelé jövet, hogy legyen egy négyszemközti találkozó. Ez nem magamtól. Létrejött, eljött. Én még ilyen találkozón nem voltam. 3 órán át semmit nem mondott. És hogy erre így reagált Európa és a NATO nem elégséges figyelemmel. Mit vetít előre akkor, amikor most például a finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy egész Európára veszélyt jelent Putyin? Most komolyabban veszik? Most biztos. Sőt, a NATO-ban létrejött egy erő, egy védelmi kapacitás, bocsánat, nem tudom másként mondani, a teljes frontvonalon, tehát a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, hogy több nemzetiségű erők jöjjenek létre, és azok az első csapást fel tudják venni. Magyarország esetében magyar vezetéssel amerikai, német, török és horvát csapatok vennének benne részt. Ez egy nagyon erős kapacitás és jelzés. Komolyan veszik. Sajnos 2008-ban NATO csúcsértekezleten nem vették komolyan, és ez egy elhalasztott lehetőség. A korábbi honvédelmi miniszter Szekeres Imre volt a vendégünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is.